ott most fogja meg bal szépbe. És az egyik szekszárdi éjjel-nappali bolt kamerafelvételén jól látszik, miként teszi el a tizenéves fiú a csokoládébombont. Egy másik felvételen pedig azt követhetjük nyomon, hogyan lop el egy másik terméket egy szekszárdi bevásárlóközpontból. Előfordult az is, hogy a fiatal a pénztár melletti korlát alatt átbújva gurítja ki különböző árukkal teli bevásárló kosarát, vagyis ebből a boltból is fizetés nélkül távozott. A szekszárdi járásbíróság annak a két tizenéves fiúnak az ügyét tárgyalta, akiket rablással, lopással, könnyű testi sértés kísérletével vádol az ügyészség. Több felvételt bemutattak a tárgyaláson. A vád szerint az elkövetők 2018-ban egy 10 éves fiút raboltak ki Szekszárdon. Először az Arany János utcán kezdték el követni az akkor 4. osztályos diákot, majd átkarolták és a szekszárdi kórház előtti busz megállói kísérték. A vádlottak először egy hazugsággal próbálták rávenni, hogy adjon nekik pénzt. De mikor a kisfiú közölte, hogy nincs nála, megfenyegették, hogy megverik. A megfélelmített gyermek ezért átadta az egyetlen nála lévő értéket, a mobiltelefonját. Én a történtek során úgy éreztem, hogy ha nem adok nekik oda valamit, akkor ők bántanak engem. Én mindkét fiútól féltem, hogy bántani fog. A kijelentésük után én átadtam nekik a telefonomat. Miután átadtam a telefont, átszaladtak az úton, és azt mondta nekem a kisebbik, hogy ha valakinek ezt elmerem mondani, akkor kitapossák a belemet. A tárgyaláson a kiskorú gyermek édesanyját is meghallgatták, aki közölte, mit mondott neki a fia a történtekről. Mondták neki, ha nem adod oda, akkor ez lesz, meg tudjuk, hol laksz, és akkor így vették el, adta oda nekik úgy, hogy ugye szóba terrorizálták, vagy nem tudom, hogy ezt úgy fejezzem ki magamat. A 15 és 17 éves fiúk letartóztatásban vannak, és a Nagykanizsai Javító Intézetben tartózkodnak. A tárgyalást videóhívás segítségével követték nyomon. A fiúk a bűncselekmények elkövetésekor 13 és 15 évesek voltak. Koruk miatt várhatóan a büntetésüket a Javító Intézetben töltik majd le. Az ügy az elmeorvosi szakértő meghallgatásával folytatódik áprilisban, aki arról beszél majd, hogy a vádlottak tudták-e, hogy bűncselekményt követnek el.